Kávéházi rendezvút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy kedves vendégemet, Nasztadi Juditot is szeretettel üdvözöllek. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre. És hát a következő szűk fél órában téged fogunk megismerni. Ha fogalmazhatok ilyen nyersen, akkor tetőtől talpig. Nagyon-nagyon sokan ismernek téged a városban, és ugye elsősorban arról ismernek, hogy például a Gárdonyi Zoltán Református Együttesnek vagy a karnagya, meg úgy valahogy a mindenese, de majd erről is beszélgetni fogunk. Első körben viszont beszélgessünk arról, hogy te hogyan találkoztál a zenével. Hogyan jött? Nem biztos, hogy elsőre a kórusmű, a kórusok világa, hanem az énekzene hogyan jött a te életedbe. Azt mondják, ha valakinek valami beköszön az életébe, az egy ilyen meghatározó, általában gyermekkori pillanat, akkor ezek szerint te is így voltál ezzel. Ez nem az én gyermekkori pillanatom volt, hanem az édesanyámé. Élnek a szüleim, hála Istennek, és az édesanyámnak volt a szíve vágya, hogy én zenét tanuljak. Ezt azt gondolom, hogy meghallgatták az égiek, mert jó hallással áldottak meg, és elmentem, mert az édesanyám a kórházba dolgozik, elmentem a kórházi óvodába, oda jártam. És ezt követően az óvodából egyenesen a gyerekek útja egy iskolába vezet. Akkor még működött, virágkorát érte a Garai János Énekzene Általános Iskola, itt a Garai téren, és sokat magammal ebből az óvodából engem is kiválasztottak. És megfeleltem, így kezdődött a zenővel való ismerkedésem. Minden nap volt ének, és harmadik osztálytól kezdve hangszert tanultunk, hangszert választottunk. És nekem egy különleges hangszer jutott szeptemberi születésű lévén, amikor elkezdődik az iskola nem sokkal utána, az volt az ajándék, hogy hazamentem, és ott állt az a bizonyos zongora, ami most sokaknak ismerős lesz, hogy kié is volt, Hartos Jánosé. Az ő zongoráját? Annak ki is volt ő? Azt azért osszuk meg a nézőkkel. Jó. Partos János volt a Madrigál kórusnak az egyik nagyon ismert és szeretett karnagya. A Vincellér utcában laktak. Jogászember volt, aki nem énektanárként nagyon hatékonyan, sikeresen vezette a Madrigál együttest. És akkor pici általános iskolásként mindjárt a születésnapodra egy ilyen ajándék. Igen, akkor egy 100 éves zongorát kaptam meg 1978-ban. Akkor innen nem is volt visszaút. Tehát itt akkor el volt döntve minden. Igen, és ha kinyitjuk a zongorát, mind a mai napig megvan. Ez egy bécsi zongora, fekete színű bécsi zongora. Akkor benne vannak az aranyérmek. Tehát versenyeztették a hangszert. Így indult, és elkezdtem járni, mivel nem kellett az énektagozatos diákoknak zeneiskolába szolfés tanulni, szolfésra nem kellett, hanem csak zongorázni jártam Tész Lászlóné Márta nénihez. Idealist Ferenc zeneiskolába? Igen, igen. Idealist Ferenc zeneiskolába, közel is volt. Mi történt ezután? Általános iskolát akkor ezek szerint elkíséri, igen, a zene, középiskola? Igen. És még egy kicsit maradjunk az általános iskolánál, mert én ott orosz tanultam. És nekem az nagyon tetszett. És a nyelvek is tetszettek, a családban volt több nyelvtanár, édesanyám részéről, és akkor az osztályfőnököm, ismerve az én lelki habitusomat, azt javasolta, hogy menjek Bátaszékre a gimnáziumba. Folytattam a gimnázium évek mellett a zongorázást, majdnem érettségig. És ott viszont a német nyelvvel kerültem nagyon jóba, úgyhogy én nem is énektanár akartam lenni, meg se fordult a fejemben. Azt tudtam, hogy én tanítani szeretnék. Én kicsi gyerekeket, és ezért is jelentkeztem Bajára a tanítóképzőre, az Eötvös József tanítóképző főiskolára. Nem vettek föl német műveltségterületre. Feltétel volt az is, hogy a származást bizonyítva, hogy fogom ápolni a sváb hagyományokat. Hát nem vagyok sváb származású. Az őseim felvidéki magyarok, én református vagyok, és talán ez is hozzájárult, másfelé vezetett az utam. Én hiszek abba, hogy az ember életében nem véletlenül történnek dolgok, hanem arra vezeti az Úristen az én életemet. Fájdalmas volt, de a zene felé vezette, de a nyelv iránti szeretet megmaradt, és ebből születtek csoportok.
a német nyelvhez valahogyan mindig kapcsolódtam. Leérettségiztem, elvégeztem a tanítóképzőt, és Szekszárdon nyílt lehetőségem tanítani a Babits Mihály Általános Iskolába, és azt gondolom, hogy egy pályakezdőnek és mindenkinek, aki indul, nagyon fontos, hogy hogyan is történik ez az indulás. Én soha nem tudom elfelejteni azokat az embereket, akik akkor voltak annak az intézménynek a vezetői, Pap Istvánné Márta néni, aki mind a mai napig él, a maga derűjével, kiegyensúlyozottságával, az alsós felső helyett, az igazgató helyettest, Szomer Imrénét, Irénkét és Szuravec Erzsébetet. Ők olyan hátteret biztosítottak, és olyan támogatást, ami meghatározta az én indulásomat. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de olyan szépen beszélsz róluk, és olyan szépen mondod, hogy támogatás. Mit jelent az, hogy támogatás? Hogy kell elképzelni ilyenkor a támogatást, a segítséget? Van egy jó közeg, van egy baráti légkör, nem csak kollegális, hanem baráti, és még milyen? Hát az ének az nem egy nagyon egyszerű tantárgy, de azt hiszem a mai világban semmi sem. Egy énektanár nem tud önmaga fönntartani egy kórust, nagyon sokfajta feltételnek kell ahhoz megvalósulni, hogy az megszülethessen. Mivel tudtak támogatni? Először is én ott énekműveltség területet szereztem, az azt jelenti, hogy hivatalosan 6. taníthattam éneket, és én utána vállaltam, úgy, hogy képesítés nélkül nem volt még meg a diplomám, fölfelé tanítottam, 7.-8. És utána az ország másik végébe kerültem, mert sehol nem indult ének szaklevelezőn. És akkor is volt probléma sok-sok tantárgyal, és indították a szakokat. Így kerültem el Egerbe, és például támogattak abba, hogy én el tudtam menni. Hozzáálltak úgy emberileg, ami nekem fiatal pályakezdőnek egy örök tanulságú szolgál. Egyrészt az emberségük, hogy kell bánni emberekkel, és hogyan kell megbecsülni embereket. Ez a barátság, ez megmaradt. Mint a mai napig. És akkor Egerben végeztem. Egerben végeztem 2,5 évet, és említettem az előbb, hogy református vagyok, és az édesanyámmal is jártam templomba, a család dunaszentgyörgyi. Az apukám nem, az édesapám tengelici, de mindenki Szekszárdon él. Ő a bankba dolgozott, de anyukám a református. Járattuk a reformátusok lapját, és ott olvastunk egy lehetőséget Balatonszárszón, a Solideo Gloria konferencia telep, ami akkor még egy ágas-bogas nagy terület volt, oda kerestek munkásokat. És én is többet magammal, a Szekszárdi Református Egyház ifjúságához tartozva, 1990-et írunk ekkor, jelentkeztem, és egy hétig írtottuk a bozótot. Igen, csak hogy annak a hétnek nagyon sok lelki gyümölcse volt. Köztünk volt az akkori református lelkész, nagy tiszteletű Szilvási Gézának a lánya, Szilvási Erzsike, aki teológus volt. És amit ott láttam, amit ott megtapasztaltam vele kapcsolatosan, akkor megfogalmazott bennem több fajta gondolat, és erről olvastam a reformátusok lapjában is. A Tiszáninneni Református Egyház nagy nevű főzenei igazgatója, aki hála Istennek él, jó egészségben van, Berkesi Sándornak hívják, és a Debreceni Református Gimnázium énektanáraként ismerik nagyon sokan, indított egy sorozatot a reformátusok lapjába, gyülekezeti énektanítás címmel. A létrehozott együttes a világhírű kántus. Ezt nem ő hozta létre, ez nagyon régóta működik, és ott fiatalok vannak, teológusok is énekelnek. És az Erzsike erről beszélt, erről a csapatról, illetve arról a lehetőségről, miután ők Pesten, vagy Pestre a teológiára járt, hogy a következő évben indul Berkesi Sándor kezdeményezésére egy zenei hét. Na most én akkor már elkezdtem tanítani, és ez felkeltette az érdeklődésemet. És egy kolléganőmnek a lányával jelentkeztem ide. Én akkor kezdettől fogva azt a támogatást megkaptam a Babits iskolában,
hogy összeállították úgy az órarendemet, hogy el tudtam menni két hetente Egerbe, nem ilyen jó körülmények között, mint most esetleg utaznánk, hanem először Pestig, aztán ugyanannyi távolságot, hát és itt még, igen, tehát én ilyen 5-6 órákat utaztam, ezt így egy hónapban kétszer megcsináltam, és megszereztem ott a diplomát, és azt gondoltam, hogy nem véletlenül mondta ezt nekem az Erzsike, ezt a lehetőséget, Szárszón nyílik lehetőség, mint énektanár is, meglátni, hogy a nagyok hogyan dolgoznak, egy olyan, akitől lehet tanulni, akkor a Berkesi Sándor már Liszt-díjas karnagy volt, és a testvérét, Berkesi Gábort, aki Pesten egy református gyülekezetnek a lelkésze, hívta áhítatra. És ha így visszagondolok, nem most volt ez az időszak, annak az egésznek a lelkülete meghatározó volt. Berkesi Sándor kórusműveket hozott, egy hétre kell gondolni. És ugye a protestáns vallás, a református is, meg az evangélikus is vasárnap templomba megy, de nem azt jelenti, hogy csak vasárnap lehetnek templomi szolgálatok. És ez a Balaton-Szárszó a Balaton déli partján van, és nem messze van tőle az a híres nevezetes, nem tudom, hogy működik-e, bombon kikészítő gyár Látrányba. És oda a református gyülekezet meghívott minket szolgálatra. Ez az első alkalom, ez 93 nyarán volt, ez vezetett oda, hogy 94. március 11-én, először pontosan 30 évvel ezelőtt, megalakult a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán református együttes. Én megkerestem az akkori lelkész, Szilvási Géza bácsi, és mondtam, hogy szeretnék ilyet gyerekekből. És másképpen alakult, és azt mondta, hogy itt van valaki, akit fel kellene keresni, telefonszámot kaptam, aki nagyon szeret énekelni, a Madrigál kórusba énekelt, református kántortanító édesanyja van, a Fősővárosba, így mondják a szekszárdiak, mind a mai napig ismerik, ő dr. Lemle Zoltánné, Gromon Vilma, Vilike néni, és az ő fia, ő fiához irányított a nagy tiszteletű úr. És a következő héten, mikor én már végeztem, januárban végeztem, 1994. januárjában, és pár héttel utána már megpróbáltuk összehozni a kórust. Még nem volt neve, Zoli ismerettségéből szólítottunk meg, és az elsők között volt az a Mester Lajos, akire áldott szívvel gondolok, nincs már sajnos az élők sorában. A zeneiskolába találkoztunk, és ő volt, aki akkor a saját lányaival együtt elvitt minket a 90-ben Szárszóra. Tehát egy kicsit ő is bábáskodott ennek az együttesnek a születésénél. Ott volt az alkotnál. Igen, igen. És nem volt altosunk. És Zoli kiment a folyosóra, és ott ment el Tészné Márta néni. És mondta, hogy Mártikám, zenetanárként, gyere segítsé, álljon össze a négy szólam. Azokra a számokra én nagyon emlékszem. Rudi bácsi, Husek Rezső bácsi volt még a zeneiskola igazgatója, és ha most egy kicsit látod ennek a nagyon korszerű épületnek a belsejét, vagy voltál, akkor az alsó, tehát ha fölmegyünk a lépcsőházba, akkor bal oldalra kell menni, és a folyosó legvégén volt, ott állt a zongora, mert volt, hogy amikor... A zeneiskolában? A zeneiskolában. Ott van most a tanári. Én is jártam, igen, én is zongoráztam. Igen, most ott van a tanári. Az néz az utcafrontra. Igen, ott volt a Rudi bácsinak a... És abban a teremben volt lehetőségünk, hogy ott próbáltunk, és amikor már nem volt alkalmas, akkor a zene, akkor próbáltunk a Garai Általános Iskolába, akkor még a régi munkahelyemen a Babics Általános Iskolába, és amikor átkerültem a gimnáziumba, akkor 2013 őszétől a Szekszárdi Garai János gimnáziumban próbálunk. Tehát ennek hatására megszületett a kórus, és imádságos szívvel kezdett gyarapodni. De azt azért előre kell, vagy ki kell jelentenem, hogy ez nem gyülekezeti kórus. Tehát itt válogatott társaság van, zömében kottát olvasó emberek. Igen, ez kérdésem is lett volna. Igen, igen. Tehát tanultak zenét,
Most már van olyan, aki nem tanult zenét, de nagyon becsületesen számíthatok rá, és ezt a csapatot református lelkész alapította. Református kántorként vagyok az alapító karnagy, és vannak közöttünk olyanok, akik hétről hétre más gyülekezetbe presbiterként élik meg a hitüket. Kicsit kanyarodjunk vissza az alapításhoz. Tulajdonképpen neked ezzel az együttessel egy a neved. Most kiderült, hogy miért. Hogy miért fordult. Ha valakinek azt mondja az ember, hogy Naszladi Judit, akkor azt mondja valaki, hogy vagyok Gárdonyi kórus, így van. Meddig nem volt nevetek? Ez nekem most nagyon tetszett, amikor az előbb említetted, hogy még a Husák tanár úrnak az irodájában vagy az zongorájánál gyakoroltatok, aztán minél, ahogy többen és többen lettetek, ugye el kellett menni és helyet kellett változtatni. Mikor lett név és miért éppen Gárdonyi neve? Ez nem az én ötletem volt. Ez szintén Zolinak az ötlete volt. Nem szokványos dolog, hogy márciusban megalakul egy kórus, és júniusban Tengelicen már énekelt a csapat. Ez egy kamarakórus volt, akkor 12 fővel, tehát a szoprán altot, a tenort basszust 2-3 ember énekelte. És hát adta magát, kínálkozott a lehetőség, hogy valamit mondani kell, hogy milyen kórust köszöntünk, kit kérünk szolgálatra. Ő úgy gondolta, hogy ugye befejezvén a teológiát, és tanult egyházi éneket, gyülekezeti éneket, hogy a Zeneakadémia protestáns tanszékének az utolsó tanáráról, Gárdonyi Zoltánról neveztessék el ez a kórus, és aztán ennek volt egy hivatalos ceremóniája is, amikor az áldott emlékű Gárdonyi Zoltán két gyermeke, professzor Gárdonyi Zsolt és Gárdonyi Hajna, akik az édesapjukkal együtt Németországba kimentek, és ott is élnek, mind a mai napig, eljöttek hozzánk Szekszárdra 97-be, és hivatalosan megtörtént a kórusnak a felavatása, a névadója. Judit, miért éppen kórus? Olyan érdekes ez az ív, amit leírsz, hogy kezdődik de tényleg annyira szép, íve van. Tehát kezdődik, hogy általános iskolásokat, alsósokat tanítasz. Is tanítottam, mert én mindig ragaszkodtam hozzá, és hiszem Kodállyal együtt, hogy nem a nagyokat kell a zene felé terelgetni csak, hanem valahonnan kiskorba, és ha azt valaki lentről építkezünk, igen, egy együttesnek utánpótlás kell, egy amatőr csoportnak, egy sportegyesületnek, egy táncegyüttesnek, ezt kicsi korba lehet megszerettetni. Most az életemnek megint olyan szakasza van, hogy kaptam ajándékba egy 5. osztályt, és visszajönnek pillanatok, még a kezdőkoromból. Tehát teljesen más, nagyon szeretek középiskolában is lenni, de teljesen más, amikor kicsiket tanít az ember. Tudom, hogy sokat változott a világ, de ha azt veled együtt nő föl, nem mindenkinek énekelnek, nem mindenkinek az apukája népzenész. Most vannak ilyen lehetőségek, hogy látom, hogy zenetanár gyerekét tanítom, mit tud azzal csinálni, látom, hogy hogyan formálja azt az osztályközösséget. Vannak olyan osztályaim, amit azt érzem, mint egy énektagozat, 5-6 zenélnek. Igen, ez kérdésem is lett volna, ugye mindig előkerül, amikor az új generáció kerül elő, akkor mindig előfordulnak ezek a toposzok, vagy ezek a klisék, hogy ugye most jön egy 5. osztály, és akkor az 5. osztálynak már hogyan lehet 45 perces órát tartani se, hogy nem figyelnek, meg csak a telefon, meg csak ez, csak az. Könyörgöm, cáfolj meg! De és most valahol meg is cáfoltál még a kérdés előtt, mert azt mondtad, hogy szinte van olyan osztályod, ami énektagozat, de akkor ezek szerint a zene még mindig egy olyan palást, egy olyan terelőhám, amivel hozzá lehet szólni a gyermekhez, meg lehet érinteni. Jól érzem? Hát ez a zenei anyanyelvünk. Egyrészt azt gondolom, a másik pedig, hogy attól fogadtatom el magam mindent, bármit tanít, csak hogy hiteles vagyok, hogy azt lássa a gyerek, hogy én azt szeretem.
Tehát én azt gondolom, hogy én nem 8-tól délig, vagy 10-től délig, vagy most léptem ki egy másfél órája a gimnázium kapuján, mert most volt az évadzáró testületi ülés, a kórus befejezte erre az évadra a munkáját, és nem addig vagyok énektanár, hanem azt ott élni kell, abba benne kell lenni, azt csinálni kell, és az úgy, ezt nem úgy van, hogy leteszem, és akkor másnap, hanem újra kell mindig építeni, gondolkozni, formálni, mint egy művész, ahogy kézbe veszi az ecsetet. Alig pár percünk maradt sajnos, de muszáj még egyszer megkérdeznem, hogy miért éppen a kórus? Beszélgettem az egyik ismerősömmel, végzett zenetanár. Elképesztően nehéz műfaj. Most volt a Babits Mihály Kulturális Központban nem olyan régen a Tolna vármegyei kórusok találkozója, és ez ott is kiderült. Kiállsz, karnagy vagy, vezényelsz, bocsánat, hogy így fogalmazok, integetsz, jelzel, maradj ott, állj, csit, csend. Mindenki egy kacsintásodból, egy szemrándulásodból tudja, elképesztően nehéz műfaj. Ha az ember elmegy egy kórus találkozóra, talán csak akkor jön rá, hogy miért. Mi az, ami miatt neked a kórusa, igen, a kórus a hitvallásod, a kórus az egyik krédód, a zene mellett. Én szeretek közösségbe lenni, és én szeretek csapatokat formálni. Talán képes vagyok rá, ezt kaptam talán ajándékként, és Isten ügyére, feladatra mozdítom rá. Létre tudtunk hozni. Nem egyedül én a gimnáziumban, most egy új csapatot másfél évvel ezelőtt alakult meg, a tanári kar néhány aktív, lelkes... Tehát már van egy új kórusod. Igen, a lánykarból alakult vegyes kórus, ami a Helikonon nagyon szép csillogó érmet hozott. Igen, ez kezd helyen van, ez a nagyon ez fontos kezd helyen verseny. Van, igen, és azért szeretném mondani, hogy én nem hiszek a véletlenekbe. Tehát amikor én azt kitaláltam, hogy karácsonykor minél több gyereket szólítsunk meg, akkor én szóltam azoknak a kollégáimnak, akikről tudtam, hogy vállalkozó szelleműek, mert azért ehhez nyitottság is kell, hogy a diákok előtt egy iskolai karácsonyi műsorban énekeljünk. Tudom, mert minden énekórán, minden évindító énekórán meghallgatom a gyerekeket, és tudom, hogy kinek milyen hangja van, miután van kétfajta kórus, német kórus, így kanyarodjunk vissza, hogy én német tanár szerettem volna lenni, és szuper jó dolognak tartom, hogy tangó harmonika kíséret mellett énekelünk 2-3 szólamba, gyönyörű ruhánk van, szóval ez nekem nagyon tetszik. És a kórusban még ez is belefér, ugye sokan hogy képzelik el? Fogjuk a kottát, mindenki? Nem, mert kívülről énekelünk. Vagy kívülről igen, énekeltek, igen. Csak az, hogy ugye mindenki olyan merev, mindenki nem. Tehát megengedi a műfaji igen, kilengéseket. Igen, igen, és akkor volt egy fiatal ember is, és én azt hittem, hogy az akkor annak az alkalomnak szól, hogy segítettek a fiúk, és azt mondta, hogy tanárnő, szeretnénk tovább énekelni. Ez volt az a mondat, amiből akkor énekegyüttes lett, és most már van ballagó fiatalember, akire sajnos már nem lehet számítani, de tulajdonképpen most van jelen pillanatban 9 szép középiskolás fiam a lányok mellett. Elköszönésképpen ilyen záró gondolatként nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életedben a vallás, ez kiderült a beszélgetés során végig, hogyha a vallást össze kellene kapcsolni a kórussal, az énekléssel, akkor hogyan fogalmaznád meg ebben a kontextusban, hogy mit jelent számodra az ének? Énekeljetek az Úrnak új éneket. Nagyon ez a hitvallása. Légy örömmondó békekövet. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Önöknek pedig, kedves nézőink, hogy velünk tartottak, a kávéházi rendezvút látták, további jó tévézést, viszontlátásra.